A nagy hagyományra visszatekintő rendezvény a mozgássérültek életébe nyújt betekintést, valamint szakmai segítséget ad a mozgásukban korlátozott embereknek. Sok ember nem tudja elképzelni, milyen kerekesszékben élni. Akik ide kényszerülnek, teljesen új életet kell kezdeniük. A társadalom próbál elfogadóbb lenni, az akadálymentesség terén is van némi javulás. Ami egy egészséges embernek egy perc művelet, addig egy mozgássérültnek vagy egy fogyatékkal élőnek az egy 5-6 perces művelet. Tehát figyeljünk oda arra, hogy ne nehezítsük, hanem megkönnyítsük az ő életüket. És ez a rendezvény arra hívja fel a figyelmet, hogy ők is emberek, ők is élnek, ők is alkotnak, és próbálnak érvényesülni ebben a világban. Meg próbálunk arra törekedni, hogy ezt mutassuk meg az embereknek, hogy tessék, itt van egy fogyatékkal élő, aki erre képes, viszont többre lenne képes, hogyha mi elősegítenénk, hogyha mi hozzásegítenénk őket ezzel. Kerekesszékek, lépcsőliftek, beemelő az autóba, számos olyan modern gyógyászati segédeszközzel ismerkedhettek meg a mozgássérültek, amelyek a mindennapjaikat könnyítik meg. Szakmai tájékoztatást is kaphattak ezek beszerzéséről és használatáról. Pomáha vlastne tým, ktorí nevedia chodiť, majú respektíve majú problém s pohybovým ustrojenstvom, čiže sú to ľudia buď vyslovene, buď sú ležiaci, kde je ten stropný systém veľkou pomôckou, kde vieme toho klienta zobrať z postele priamo na toaletu, alebo teda ľudia, ktorí majú problém už len po tých schodoch, čiže stoličkový výtej alebo schodolezie. Zájem je veľmi veľký, hlavne tohto roku ten zájem je dosť rapidný, vstupo to, nakoľko tie ochorenia, ktoré sú buď civilizačné, alebo hlavne civilizačné ochorenia, dostúpajú. Samozrejme, keď sa prerába nejaká stará budova, ktorá sa musí debarerizovať, ktorých teraz veľmi veľa, čiže tam tiež riešime hlavne teda plošiny alebo teda schodolezy. Így is lehet élni és célokat találni az életben. Erről tettek tanúbizonságot produkcióikkal a kerekesszékes tánccsoportok. A gördülő tánccsoport 20 éve működik. A csoport vezetője, Sárai Rita balesete után újra felépítette az életét. A tánccsoport fizikai és lelki terápia számára. Először csak ilyen kis kezdetleges elemek voltak benne, amit én tudtam. De ahogy én már ügyesedtem a kerekesszékbe, ugyanúgy ügyesedtek a koreográfiáim is, illetve a csapattársaim is. És már most 20 év voltam, már most szexuál a zene, aztán már nagyon ropjuk a táncot. Azért ez egy óriási gátugrás, úgymond a lélekben, hogy egyrészt fölvállalja magát a sérült ember, aki hozzánk csatlakozik, fölvállalja saját magát, az önbizalma nő, és ezt az megemelkedett önbizalmat sugározza a színpadon, én úgy gondolom, és ezáltal kap a néző is pozitív energiát tőlünk. A rendezvényen diákok vettek részt, hogy testközelből megismerjék a kerekesszékbe kényszerülők mindennapi nehézségeit, és megtalálják a segítségnyújtás megfelelő formáit.